Óriási zászlókkal, zenével és természetesen maszk nélkül ünnepelnek Wisconsinban Trump elnök támogatói. A demokrata Joe Biden mellett állók ugyanakkor nem különösebben hangosak. A külsőségek alapján úgy tűnhet, a jelenlegi elnök simán nyeri a november 3-ai elnökválasztást, de a közvéleménykutatások egészen más képet mutatnak. A szakértő szerint Trumpnak idén nehezebb dolga lesz. Az elnök tovább tudja növelni a bázisát, de ez a bázis jelenleg jóval kisebb, mint korábban. A győzelemért keményebben kell megdolgoznia. Azt kell elérnie, hogy minden támogatója szavazzon, Bidennek pedig azt, hogy akik legutóbb valamiért távol maradtak, most érezzék úgy, hogy el kell menniük, mondja a professzor. Néhány Biden támogató azt mondja, hogy Trump 4 éve után nincs energiája a gyűlésekre, csak annyi ereje maradt, hogy az urnáig eljusson. Azt hiszem, a demokraták belefáradtak Trumpba, egyszerűen elegük van, mondja egy szimpatizáns. De mi van akkor, ha a közvéleménykutatások tévednek, ahogyan 2016-ban is? Sok Trump hívő egyszerűen nem szerepel a kutatásokban. Egyes közvéleménykutatók idén változtattak a módszertanon, hogy pontosabb eredményt kapjanak, de én nem hiszek ebben. A Trump támogatók lelkesedésében annál inkább, mondja egy aktivista. A demokraták kampányközpontjában ugyanakkor nem tudják elég gyorsan készíteni a Biden támogató táblákat. Még sosem volt ekkora igény rájuk. Azt hiszem, az emberek így akarják megmutatni a választásukat a világnak, mondja egy önkéntes. Bár sok a különbség a két tábor között, a levélben szavazók nagy száma jelzi a szokatlanul nagy aktivitást.